Én idő, veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával és vendégeivel. Jobb hallgatni, félrenézni, tovább menni, és csak csendben sírni. Főleg, ha nő vagy. Ez a túlélési stratégia működött a 90-es években a csallóközi kisvárosban Dunaszerdahelyen, ahol pokoli események tették elviselhetetlenné a hétköznapokat. 20 évvel később Turica Katarina megtörte a csendet, és beszéltetni kezdte azokat a nőket, akik annyi éven át hallgattak, pedig tanúk voltak, tanúk és áldozatok. A vallomásokból regény, majd színdarab született, melyben három nő sorsán keresztül kirajzolódik Európa egyik legsötétebb maffia története. A Rendes Lányok Csendben Sírnak című előadást a Víg Színház házi színpadán három remek színésznő felejthetetlen alakításában láthatja a közönség. Kismari, Balázsovics Edit és Márkus Luca most a Femina podcastjában mesélnek arról, hogy nekik mit jelentett megformálni, átélnie nehéz női sorsokat, megbirkózni a könnyekkel, az erőszakkal, megaláztatással, közönnyel, hallgatással és félrenézéssel. Márkus Luca szerint éppen ez utóbbi a központi gondolata az előadásnak. Azt mutatjuk a nézőknek, hogy amik megtörténnek, azokról igenis van tudomása a szomszédoknak, és látják a mindennapi eseményeket, de még sincs egy segítséget nyújtó kéz, hanem mindenki tovább megy, és azt mondja, hogy ez nem az én dolgom. Talán ez az egyik fő kérdés ebben az egész történetben, hogy ezt meddig lehet csinálni, vagy meddig lehet félrenézni, és elmenni a problémák mellett. A darab konkrét események alapján íródott, de bárhol játszódhatna, és minden megalázott, szégyenbe burkolózott, magára hagyott, megkínzott nőért szót emel. Balázsovics Edit pályájának különleges állomásaként tekint mostani szerepére. A mi munkánkban sok rossz dolog van. Egy nagyon jó dolog van, hogy tulajdonképpen nem kell a pszichológusnak fizessünk. Tehát, hogy rettentő felszabadító. Az ember más történetén keresztül kiadhat magából dolgokat, amiket átél, vagy átélt, vagy hasonlóakat. És talán miközben egy ilyet próbálsz, valahogy meg tudod esetleg magadban oldani. Tehát ezek úgy feloldódnak, ezek a feszültségek. Tehát ez egy jó dolog, ez kicsit sem fájdalmas, ez csodálatos, amikor az ember egy ilyen lehetőséget kap. És arra gondoltam magamban, hogy tulajdonképpen most megéri megpróbálni, egyszerűen csak megmutatni, hogy én ki vagyok. Mert az ember azért mindig fed. Valami olyasmit csináltam, amit még soha, lehet, hogy soha nem is fogok. Lehet, hogy átléptem valamit, és fogok. Kismari vendégként játszik az előadásban, és nagyon jól esett neki a kollégák fogadtatása. Ilyen nagyszerű kolléganőket, akikkel találkoztam itt, hogy soha nem fordult elő, hogy egyetlen egy lépés, egy hang a másik ellenébe történne. Mert azért az ugye azért, tehát ennek mögötte már vannak évszázadok. Tehát, hogy az ember azt pontosan tudja, hogy a kollégájának a levegővétele, vagy az, hogy most ő bemozdul, az a te másodperceidet rontja. Tehát, hogy miközben te készülsz erre vagy arra, és ő direkt akkor fújja ki az orrát, vagy valami, amiben tudod a szándékot. Hát azért ez előfordul, és jól szórakoztató, de nem mindig. De hogy itt ennek a látszata sem történt meg. Tehát olyan maximális együttműködés van, és együtt élünk az egész produkcióban, és olyan szeretet, mert hisz annyira tragikus az egész, és drámai, hogy valójában nagy élmény velük találkozni. A beszélgetésben természetesen a rendező Pacolai Béla is szóba kerül. Nem is akárhogy. A Béla annyira figyelt ránk, hogy az ember nagyon ritkán van az, hogy úgy tud próbálni egy rendezővel, hogy tényleg fogja a kezét, és nem egyedül kell megcsinálni. Ő nagyon elképesztően figyelmes, és érzékeny, és empatikus férfi. Szerelmet vallottam a Bélának, bocsánat! Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Remek színésznők, elgondolkodtató sorskérdések, színházi gyöngyszemek várnak rátok a Femina Podcast adásában. Gyertek, tartsatok velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a vendégeimet, három csodálatos színésznővel fogok beszélgetni a következő percekben a Femina Podcast adásában. Kismari, Balázsovics Edit és Márkus Luca vannak velünk. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük!
és hát egy a Víg Színházban futó, éppen futó darab apropóján fogunk beszélgetni. Ennek a darabnak az a címe, hogy a rendes lányok csendben sírnak. Durica Katarina darabjáról van szó, amit Kovács Krisztina alkalmazott színpadra, ő a dramaturg, és Pacolai Béla rendezte. Megjelent egy férfiú is a képben, no, majd erről beszélünk, mert hogy egyébként pedig női sorsok villannak fel, és nem is egy könnyű darab, amiről szó van. Talán legelőször is azoknak, akik nem látták, néhány mondatot az alapszituációról fölvázoltok, hogy miről is van szó. Editre néz mindenki. Ez a Dunaszerdahelyi maffia gyilkosság alapján három nő szemszögéből tulajdonképpen ez a történet. Tehát ahogy általában férfi szemszögből szoktuk nézni a sztorikat, ezt most női szemszögből nézzük, és a három nő sorsán keresztül a sztori az ez. Azon kívül, hogy ezt a három nőt hogyan érinti, tehát a, kinek az életét hogyan keresztezi ez a dolog, kinek más drámája van benne, és hát ez egy panelház, ahol ők itt együtt élnek, és szemlélik a dolgokat, illetve elszenvedőik a eseményeknek. Na mindjárt innen folytatjuk ezt a gondolatsort, csak most megragadt bennem, amit mondtál, hogy általában férfi szemmel nézzük a történeteket, és hogy ez mondjuk így a színház történetre is jellemző, hogy férfiak írta, férfiak játszotta. Hát én azt gondolom, hogy bocsánat, hogy szabadba vágok, a férfiak írják, ugyebár az csak férfi szemszögből tudják. És hogy többnyire meg ők, tehát, hogy ők igen, írják? Hát, a drámairodalom tele van férfiak által. Csak férfiakkal szinte. Csak férfiakkal. Most itt a kortársba jönnek föl a hölgyek. Én azt gondolom, hogy nőként valakinek lehetsz az anyja, a nagyanyja, a húga, a szerelme, a nem tudom micsodája, tehát hogy a függvénye a férfi főszereplőnek. Ez a tradíció, hogy nem tudom, tehát ez volt. De most én azt gondolom, hogy egyre több női valóságos főszerep alakul ki. És egyre többször a nők viszik a prímet az előadásokba, a darabokba, a filmekbe, a sorozatokba. Ugye van ez a szlogen, hogy egy sikeres férfi mögött, vagy a sikertelen mögött is keresd a nőt. És valahogy mindig a nők a háttérben szerepeltek, szerepelnek. Sőt, a történelem folyamán is nagyon kevés olyan drámai szerep van, amit a nők alakíthatnak. És végre elérkeztünk abba a korba, amikor hangsúlyosabbá válnak a női karakterek. És ez számunkra nagy öröm, mert lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk az emberi sorsokat, és hát itt nagyon komoly három sors van, és Katarinának ez célja is volt. Tehát, hogy ő azt hiszem, hogy nagyon komolyan elkezdett foglalkozni. Tehát nem csak itt a Dunaszerdahelyi maffia ürügyén, de a világon. Tehát úgy emlékszem, hogy ő fölkeresett Afrikában áldozatokat, tehát a női sorsokat, tehát kegyetlen dolgokon mennek át nők az egész világon. Persze nyilván a férfiak is, de valahogy a nők mindig súlyosan áldozataik lesznek a kihívásoknak, az erőszaknak. Tehát, hogy a nőknek még mind a mai napig kell félni. Tehát, hogy nem tud végigmenni egy nő, egy fiatal, gyönyörű nő, bátran éjjel, 11-kor, akár a körúton, ma sem, míg egy jóképű fiatalember bátran végig tud menni. Tehát egy nőnek a szabadság lehetősége annyira behatárolt, és annyira tud ma is áldozattá válni egy nő. Ugye ezek a hölgyek itt a darabban is nők mind áldozatok. Igen. Áldozattá válták, és a saját történetüket mesélik el egy igen izgalmas helyzetben, mert hogy egy házban laknak, de nem egy lakásban, de a színpadkép az valahogy úgy alakult, hogy mintha egy lakásban lennénk végig, ugyanazokat a bútorokat, kellékeket, eszközöket használjátok. Nagyon érdekes, újszerű. Ebből a szempontból nincsenek elhatárolt lakások. Ott igen, ez azért is volt ez a koncepció, mert egyrészt azt is akarta láttatni a díszlettervező, hogy akkoriban minden lakás ugyanolyan volt, és szinte bárhova beléphettél volna, akkor ugyanazokat a műanyag bútorokat és pillangó székeket láttad, és nyilván ezt is 90-es évek. Másrészt pedig azt is szimbolizálja, hogy ott laknak egy légtérben, mindent hallanak,
nagyon sok mindent látnak, de mégsem tesznek semmit. Szóval úgy létezünk egymás mellett hárman ebben a térben, hogy gyakorlatilag azt mutatjuk a nézőknek, hogy amik megtörténnek, azokról igenis van tudomása a szomszédoknak, és látják a mindennapi eseményeket, de még sincs egy segítséget nyújtó kéz, hanem mindenki tovább megy, és azt mondja, hogy ez nem az én dolgom. Foglalkozzon mindenki a saját dolgával, és pont talán ez az egyik fő kérdés ebben az egész történetben, hogy ezt meddig lehet csinálni, vagy meddig lehet félrenézni, és elmenni a problémák mellett. Meséltek a saját karakteretekről, mindegyik őtök néhány mondatot, ugye három generáció jelenik meg a színpadon, és valami is összeköti őket. Igen, szóval az én karakterem a legidősebb, tehát ő nyugdíjas, Erzsi. Azért drámai az ő sorsa, miközben azért őt belengi a negatív kép, tehát hogy ő az egyik mafiózónak az édesanyja, aki nem veszi észre, hogy a fia amiben... Nem tud rá reagálni, nem tudja ezt a kérdést megoldani, ezért valahol olyan, mint amikor valakinek leszalad a redőny, tehát hogy homályos lesz a tekintete, nem lát világosan, nem akarja érzékelni, hogy a fia mit tesz. A végén azért beismeri, de ő egy édesanyja borzasztóan keserű sorssal, borzasztó keserű élettel. És ugyanez a sors Magyarországon is, tehát bárhol a világon megtörténik, tehát hogy szegény vagy, nincs segítség, egyedül vagy, magadra maradsz, egyedül neveled a gyerekeidet, és valahogy az egyik kisiklik a fiúgyerek, és az lesz mafiózó, és ez egy valós történet. Sajnos nem egy ilyen van. Ebben az egész történetben az a nagyon szomorú, hogy lehet egy egész társadalmat beszorítani, hogy lehetett ezeket az embereket olyan szinten bezárni, és megnyomorítani a lelküket. Tehát itt ugye nem csak ők voltak hibásak, hogy ők nem segítenek egymáson, hanem a társadalom, a politika, aki ezekre az emberekre ezt a borzalmat rászabadította politikai okokból, és szerencsétlenek nem tudtak ebből kimenekülni. Tehát a félelem lett urá, nem volt hova menekülni, nem volt segítség, nem volt rendőrség, nem volt senki. És ettől olyan végtelenül szomorú ez az egész, hogy mindegyik áldozat, a darabban az összes ember áldozat. Edith? Hát Júlia van középen, tehát hogy az anya... középkorú, vagy középkorúság felé tartó, vagy mit tudom én, milyen nő. Őróla nem lehet sokáig tudni, hogy mi lesz a dráma, a lányok már ledobják az atombombát különböző dolgokkal, amit nem árulok el, mert jobb megnézni az előadást, és akkor kiderül. Bárhol lehetne, bárhol élhetne Júlia, tulajdonképpen hosszan azt gondolod, hogy válságban van a házassága, beleszeret egy fiatal férfiba, közben ott a gyereke, magányos, egyedül van. Szóval azt gondolom, hogy a néző hosszan tud Júliával azonosulni, mert mindenkit érintenek valahol valamikor az életében ezek a problémák, tehát hogy ez nem ilyen extrém. És aztán róla csak a legvégén derül ki, hogy ő hogy kapcsolódott, vagy hogy kapcsolódik ehhez az egész a lányokat érintő maffia sztorihoz. Luca. Hilda egy kamaszlány, 16 éves, és azt a korszakát éli, amikor igazából se a saját bőrében nem érzi jól magát, se abba a közegbe, ahova tartozik, nem tudja beleilleszteni magát, és emiatt nagyon magányos kamasz. Illetve van egy-két barátnője, de velük sincs úgy igazán olyan kapcsolata. És valahogy mindig nagyon érdekes, hogy a darab 80%-ában arról beszél, hogy ő másokhoz képest hogyan definiálja magát, vagy hogy ő ezt látja a korosztályában, és ahhoz képest ő hogy helyezkedik el. Szóval mindig egy kicsit így kívülről figyeli magát, aztán meg elérkezik egy olyan pont, ahol egyszer csak ő van ott, és jön egy olyan esemény, amiben fel kell nőnie, és hirtelen már nem tudja ezt kívülről nézni, hanem valahogy ennek a tudatában kell utána tovább lépnie, ami történik vele. És ott ő egy pillanat alatt felnő. Úgyhogy azt hiszem, hogy neki egy elég
erős története van, és hát nagyon megrázó, ami vele történik az előadás során, de vagy a történet során. Kár lenne elárulni, szerintem. Kár lenne elárulni. Hadd olvassak föl pár sort, ami a színháznak is az ismertetőjében megjelent. Jó. Azért érezzék meg most a hallgatóink is, hogy ez itt tényleg a legnagyobb tragédiákról van szó, tehát, hogy a történetetek nem csak felkavaró, hanem felszabadító és felemelő is erőt és bátorságot ad azoknak a nőknek, akik némán tűrték az erőszakot, akik nem merték felemelni a hangjukat, akik eddig szégyenbe burkolózva éltek. Ebből azért lehet érzékelni azoknak is, akik még nem tudják a történetet, hogy itt tényleg húsba vágó dolgok következnek, feldolgozható vagy feldolgozhatatlan dolgok, ez egy nagyon jó kérdés, majd még lehet, hogy erre is. Én azt gondolom, hogy azt szoktuk érzékelni, hogy nagyon nagy csönd van a nézőtéren, mondjuk amikor arról van szó, a Luca elmondja, hogy valami történt, vagy amikor a Mari elmondja, szóval lehet a csendet érzékelni. Meg amikor te elmondod a végét, hát az is csodálatos, és mélyen megrázó, tényleg egyébként gyönyörű. És meg halljuk, amikor szipognak a nézők, szóval valóban ezek nagyon megrázó történetek. El lehet egyébként mondani, tehát nem csorbul az előadás, hogyha a történetet el mondjuk, de kár egy színház előadásnál. Én a filmről se szeretem, ha elmesélik előtte, hogy miről szól. Ki volt a gyilkos? Szívesebben megnézném. Jó. Mert azért a színháznak bármilyen különös, de mégsak van egy szórakoztató feladata. Illetve most egy olyan darabról beszélünk, amelyet nem játszottak az ősbemutató. Ez még nem volt. Nem arról van szó, hogy mindenki tudja, hogy Romeo és Júlia, és akkor mindenki tudja, hogy miről van szó, és meséljük el, hogy miben külön ez az előadás, hanem itt szerintem a történet is ütős és érdekes annak, aki először. Megjelent a regény, tehát, hogy sokan úgy jönnek el, hogy olvasták és nagyon várták az előadást, sokan ismerik, de aki nem. Azoknak az embereknek nagyon izgalmas összerakni ezeket a puzzle darabokat, vagy legalábbis én azt hallom azoktól az ismerősöktől, akik megnézték, hogy annyira visz magával a történet, és olyan jó, hogy egy csomó minden ott történik meg a szemük előtt, és nem sejtik mondjuk a darab elején, hogy ez lesz a végkifejlet. Az a nagyon jó a darabban, és azt gondolom, hogy az előadásban is, hogy van benne humor, tehát hogy vannak nehéz pillanatok, amiket mégis olyan nagyon ügyesen a rendezés segítségével, tehát kicsit felszabadulhat a néző, mert elég bátortalanul, de azért nevetnek, tehát vannak pontok, amit a... Nevetkélnek. Igen, abszolút. Nevetnek, és az jól esik, tehát a nevetés az nagyon jól esik a nézőknek. Mert hogy ez ilyen összetett, az élet is ilyen, tehát, hogy minden tragédiában valahol lehet, hogy megbújik, vagy minden emberi sorsban van humor attól még, hogy az egy nehezen élhető emberi történet. Egy kollégám mesélt egyszer, aki általában katasztrófa helyszínekre megy, újságíró, hogy ugye kérdeztem, hogy ez hogy lehet kibírni, és ő azt mondta, hogy csak humorral. Tehát, hogyha azt elveszítenénk ott, ezeken a helyeken, ott bekattannánk. Három csodálatos színésznő, három szívbemarkoló alakítás, nehéz női sorsok és egy különleges próba folyamat története a Femina Podcast mai adásában. Femina Podcast Sós Andreával. Nagyon érdekes, ugye itt tulajdonképpen három nagy monológ van. Tehát nincsenek párbeszédek, hanem mindegyikőtök a saját sorsát meséli el. És hát én megkockáztatom, de javítsatok ki, ha nem így van, hogy van benne egy ilyen picit tudatos távolítás is. Tehát, hogy nem akkor éled meg, amikor meséled, hanem azért ez már egy történet. Hát mire mesélitek a fejedben, mert már túl vagy. Igen. Tehát, hogy nekem ez izgalmas volt ezen is végig gondolkodni, hogy nem úgy zajlik. Igen, ennek van egy érdekes fúziója, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy olyan, mint hogyha mi most visszaemlékeznénk, és a múltból mesélnénk történeteket, de közben meg nagyon jelen idejű az, ahogyan mondjuk, vagy én azt gondolom, hogy úgy lehet igazán jól átfolyatni magunkon ezeket a történeteket, mint hogyha most történne meg velem. És ez a legtöbb esetben a rendezésben is így jelenik meg. Erről így sokat beszélgettünk, hogy mi ennek a jó aránya, vagy hogy ezt mi hogy rakjuk helyre a fejünkben, de akkor tud élő lenni a szöveg, hogyha ez nem csak egy ilyen általános visszaemlékezés, hogy hát igen, így történt, és ez volt, hanem azt ott érezni kell. Igen, ugyanis amikor mesélsz egy történetet, amit te átéltél, azt az ember nagyon gyakran újra átéli.
tehát újra megtörténik vele, és ez egy nagyon érdekes és izgalmas játék a darabban, hogy mi az, amit fölidézel, mi az, ami újra legyőz, és újra átéled, és, illetve megéled a szituációt. Na igen, én ennek az izgalmát igen, megéled a szituációt. Akartam most itt felvetni. Hova nyúltok magatokban, amikor egy ilyen karaktert fölépítetek? Ugye hát színésznőként ez egy feladat, de gondolom, hogy benneteket is megviselt fölépíteni, és ezeket a tragikus sorsokat meg kellett élni valamilyen értelemben mindenképpen. Ugye ez hogy működik? Tehát van egy próba folyamat, amit az A-tól Z-ig az ember lelkileg sok mindent megél, átmegy az emberen, sok minden feszültségek, lazítások, de amikor tőlem kérdezik, hogy jaj, Mari, azt, hogy bírod azt a rettenetet, és ez a szegény nő, hát az is szörnyű, mi történt vele, és ő egyáltalán, és akkor én azt mondtam, hogy én számomra, mint színész számára, ez egy a legizgalmasabb sorsok egyike, szóval bármennyire is drámai az ő élete. Mégis nekem szakmailag annyira öröm, hogy én lehetek az, aki ezzel a sorssal foglalkozhatok. Úgyhogy én számomra öröm. Szoktam rá gondolni, mert tudom, hogy Erzsi már nem él. De szoktam rá gondolni, hogy micsoda szomorú élet, és igyekszem beletenni azt, ami egy ilyen korú nővel bárhol a világon, itt Magyarországon is ugyanezt átélheti, még ha a fia nem is mafiózó, de a sorsa ugyanilyen nehéz és kegyetlen lehet. Edith? Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, nem szoktam szomorkodni próba közben, tehát azért mert drámai szerepet próbálok, sőt, a mi munkánkban sok rossz dolog van. Egy nagyon jó dolog van, hogy tulajdonképpen nem kell a pszichológusnak fizessünk, tehát hogy rettentő felszabadító. Az ember más történetén keresztül kiadhat magából dolgokat, amiket átél, vagy átélt, vagy hasonlóakat, mert nyilván nem ezeket, de hasonlóakat, és azt talán miközben egy ilyet próbálsz, vagy van egy ilyen lehetőséged, valahogy meg tudod esetleg magadban oldani. Tehát ezek úgy feloldódnak, ezek a feszültségek, tehát ez egy jó dolog, ez kicsit sem fájdalmas, ez csodálatos, amikor az ember egy ilyen lehetőséget kap. Ez csodálatos próba folyamat volt a lányokkal is, és a Bélával is, és nagyon-nagyon ritka, de ezt tudjuk mind a hárman, és már megbeszéltük, hogy ez nagyon ritka, hogy ilyen van, és egyetlen egy próba volt, amikor emlékszem, hogy jöttem befelé a próbára, és akkor arra gondoltam magamban, hogy tulajdonképpen most megéri megpróbálni egyszerűen csak megmutatni, hogy én ki vagyok. Mert az ember azért mindig fed. Egy történeten keresztül nyilván nem az, hogy én velem ezek történtek. És nagyon érdekes volt, mert amikor lement a stream, akkor az anyu pont azt mondta, hogy én ezt soha nem mertem megcsinálni. És az volt a legnagyobb dicséret, amit szóval sokan nagyon szépen gratuláltak, és minden. De hogy ő ezt észrevette, hogy valami olyasmit csináltam, amit még soha, lehet, hogy soha nem is fogok. Lehet, hogy átléptem valamit, és fogok, nem tudom, ezt majd meglátjuk. De szóval átadom a szót. Nekem amellett, hogy nagyon felszabadító is volt ezt próbálni a partnerek miatt, meg az, ahogy a próbák zajlottak, szóval nagyon szabadon és kreatívan lehetett dolgozni, és számított az ember véleménye, és elindultak párbeszédek, szóval én ezt nagyon szeretem, amikor nem azt érzem, hogy egy ilyen végrehajtó gépezet vagyok, hanem igenis számítanak mondjuk a gondolataim, vagy az ötleteim. De általában ez nem jellemző, mert ki nagyon változó szerintem. De az, hogy valami ennyire harmonikusan, és nem tudom, feszültségmentesen tud menni, az szerintem nagyon ritka, bár én most nyilatkozok a hátam mögött lévő két évvel, amit ebben a társulatban eltöltöttem, szóval nyilván nem tudom, ezzel a Mariék többet tudnak mondani, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kivételes helyzet volt. De mindemellett azért engem ez megviselt. Szóval nyilván a Hilda története is, és az, hogy nekem ezt minden alkalommal el kell mondanom részletesen, ami vele történik, az azért nagyon nehéz. Inkább elmondom, hogy most miről beszélek, mert itt most ilyen rébuszokban beszélek. Szóval, hogy a Hildának ugye van egy erőszak története, hogy ő áldozatul esik egy csoportos erőszaknak, és hát ebbe borzasztóan nehéz bele helyezni magadat. És én azt érzem, hogy,
hogy nyilván csak akkor tud ez jól működni, hogyha én minden pillanatát látom magam előtt, ahogy ez velem megtörténik, és érzem a szagokat, és látom, hogy kik vannak körülöttem, és ez azért nagyon megrázó. Azt éreztem a próba folyamat után, hogy mivel az az alaptétel, hogy mindaz, ami egyébként ezáltal kijönne belőlünk, hogyha az érzelmek szintjén azt vissza kell fogni, tehát hogy fogni kell egy eplőt, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy elsírjuk magunkat, vagy bármennyire is eluralkodjon rajtunk ez. Emiatt nekem a próba folyamat végén ki kellett nyitni egy csapot, és ez aztán így ki kellett, hogy jöjjön. A következő délelőttön. Igen, igen. Szóval az megterhelő volt mindezzel együtt, hogy egyébként én nagyon borzasztóan szeretek a színházon kívül mindenféle dolgot csinálni, és én nem szeretem, hogyha csak erről szól az életem. Szerencsés dolog, hogy azzal foglalkoztatok, amire vágytam, az a hivatásom, ami nekem tényleg örömöt okoz, de azért én nem szeretem, hogyha ez így átszövi az egész életemet, hanem szeretem én is bent hagyni a munkát, de ennél azért voltak olyan pillanatok, amikor ezt nagyon nehéz volt megtenni. Egyébként, ami csodálatos volt a munka folyamat alatt, a próbák alatt, hogy tehát az ember nagyon rövid idő alatt leveszi, amikor színészként bekerül egy csapatba, hogy milyen a rendező, milyen az egész, és tehát azt érezni, hogy a rendezőnek és a dramaturgnak, mert a Kriszta nagyon sokat ott volt a próbákon, hogy az ízlésük nagyon jó. Az nagyon, az embernek adott egy önbizalmat, hogy nem fog vakvágányra kerülni, tehát mert a kellő időben szóltak mindig, tehát hogy amikor az ember vagy túl, vagy kevés, vagy, tehát hogy olyan elegánsan tartották a kezükben ezeket a művésztársaimat is, és engem is, és a másik az, ugye én nem vagyok a Víg Színház tagja, vendégként veszek részt a produkcióban, de ilyen jó munka hangulat. Tehát, hogy ilyen nagyszerű kolléganőket, akikkel találkoztam itt, hogy soha nem fordult elő, hogy egyetlen egy lépés, egy hang a másik ellenébe történne, mert azért az így azért, tehát énnek mögötte már vannak évszázadok szinte. Tehát, hogy az ember azt pontosan tudja, hogy a kollégájának a levegővétele, vagy az, hogy most ő bemozdul, az a te másodperceidet rontja. Tehát, hogy miközben te készülsz erre vagy arra, és ő direkt akkor fújja ki az orrát, vagy valami, amiben tudod a szándékot. Hát azért ez előfordul, és jól szórakoztató, de nem mindig. De hogy itt ennek a látszata sem történt meg. Tehát olyan maximális együttműködés van, és együtt élünk az egész produkcióban, és olyan szeretet, mert hisz annyira tragikus az egész, és drámai, hogy valójában nagy élmény velük találkozni. De azért azt hadd mondjam el nektek is most, hogy ez mindig az, meg minden, de hál' Istennek nem másik két érdektelen színésznő van. Tehát nem azért van ez a nagy szeretet, mert a másik teljesen érdektelen, és úgysem betétás, hanem azért engem húztak a lányok magukkal. Tehát, hogy azért föladták. Hú, most a Luca nagyon jól próbált a fene. Kell szednem magam. A Marival mondhatnám, hogy jaj. Szóval nem ez a nagy teljes izé, jaj, de aranyos kislányok vagyunk, mert azért színésznők vagyunk, és mind a hárman tudjuk azt, hogy ez nem mindig jó fej, meg önző, meg minden, meg az én pillanatom, meg a stb. Tehát, hogy ez hozzátartozik. És hát a Béla és a Kriszta tényleg elképesztően vezettek minket előre ezen az úton. Hát igen, csak ezekből a helyzetekből, hogyha ilyen volt is, hogy mondjuk figyelmetlenem volt az egyik, vagy nem tudom, nekem volt a múltkor a Marival egy ilyen történetem, hogy én ott fekszek az asztalon, és neki nagyon koncentráltan mondania kell valamit éppen a fiáról, egy ilyen nagyon érzékeny szöveget, és én ott valamit így csináltam a kezemmel az asztalon, mert éppen ott így tinédzser nem is vettem észre. Unatkozok, és mondtad, hogy, de mondtad, Mari, hogy itt mindig szoktad a kezedet mozgatni. Ja, igen. De, igen. Mert annyira pici a tér, mert minden tényleg, igen. Én is úgy rakom le mindig az ollót, hogy oda ne csapódjon az asztalhoz, mert nem. És akkor mondtam, hogy hát nem, ezt most itt mozgattam, de mondom, nem csinálom, mert akkor hazavar, és mondta, hogy figyelj, ezt itt ne csináld, mert és akkor, tehát, de hogy ebből nincs az, hogy jó, akkor nem mozgatom. Igen, érted, hogy annyira
Tehát, hogy valahogy... De mondjuk az, bocsánat, hogy a szabad, az a Bélán nagyon-nagyon sok múlott igen, ebben, hogy igen. Nekünk tulajdonképpen nagyon hamar rájöttünk mind a hárman arra, hogy nem fog kelleni figyelmeztetni a másikat, de nem csak azért, mert a másik két színésznő jó fej, hanem mert a Béla annyira figyelt ránk, igen. Hogy a kis ujjadat megmozdítottad rosszkor, amikor ez a másikat zavarta, azonnal szól. Igen. És igen. Ez nagyon ritka. Tehát, hogy egy rendező annyira figyeljen mindenkire, és én azt láttam, hogy ő úgy próbált, hogy volt olyan próba, hogy vagy csak a Marira fókuszált, vagy csak a Rucára, vagy csak rám. Emlékeztek? Igen. Volt a vége felé, hogy így lehetett látni, hogy most oda koncentrált. És akkor, ha valami történt, ami azt zavarta, akkor azt rögtön. Szóval az ember nagyon ritkán van az, hogy úgy tud próbálni egy rendezővel, hogy tényleg fogja a kezét, és nem egyedül kell megcsinálni, mert azért szerintem mind a hárman voltunk sokszor olyan szituációban, hogy persze, majd én megcsinálom a szerepet, és akkor jó. Azért vannak ezek a dolgok nem gonoszságból szerintem a színészek között, hogy most én fogom oda csapni, hogy rám figyeljenek, mert különben nem teremti meg a rendező a lehetőséget arra, magadnak kell kikaparni a gesztenyét a színpadon, és ehhez szoktunk, sőt, ezt is tanultuk a főiskolán, vagy az egyetemen, bocsánat. Micsoda kulisszatitkokat tudunk meg. Oda kell állni, ha nem csinálsz, így nem fognak rád figyelni, vagy mit tudom én mi. És az, hogy a Béla, ugye a rendező Pacolai Béla, tehát hogy ő férfi szemmel nézte, ez még adott hozzá valamit? Mondjuk beszéltünk, hogy ő az egyetlen férfi alkotó. Adott-e új szempontot az, hogy ő férfiként van benne most ezekben a sorsokban? Biztos amilyen. Vagyok benne, hogy igen, különben azért a férfi energia az, az nagyon ott volt. De ő nagyon elképesztően figyelmes, és érzékeny, és empatikus férfi. Azért a darab extra koncentrációt. Szerelmet vallottam a Bélának, bocsánat. De nagyon, üzenjük ezt neki most. Szeretem. Nagyon erős koncentrációt igényel. Küldök neki egy számot. Koncentrálni. Bocsánat, és... Mari, kezdelésre a mondatot még ezt. Nem, csak mondom, tehát, hogy ez egy extra koncentrációt igénylő előadás. Tehát, hogy azért itt vagyunk hárman, másfél órán keresztül, és vinni kell a sorsokat. A másik, tehát, hogy igazából egymásra épülünk. Tehát, hogyha a hármunk közül bárki elengedi a saját karakterét, akkor a másik kettő küzdhet, de maga az egész nem fog működni. Igen, a Béla mondta talán a vége felé nekünk, hogy ezt ő úgy képzeli el, mint egy kórusművet. Szóval, hogy ennek a három hangnak egyszerűen úgy kell egymáshoz képest is alakulnia, és intenzitásában, vagy energiájában, ritmusában, hogy három hangnak folyton egymást kell kiegészíteni, egymáshoz képest kell feljebb lépni, vagy visszavenni, tehát nagyon, nagyon érzékelni kell azt is, hogy most éppen másik két partner, hogy hogyan van jelen, és ahhoz képest is kell szerintem finom hangolni, vagy ez akkor tud igazán együtt lélegezni, ami egy ilyen előadásnál nagyon fontos. Különleges alakítások test közelből a Víg Színház házi színpadán. Három remek, de nagyon izgulós színésznő a Femina Podcast mai adásában. Kis Marival, Balázsovics Edittel és Márkus Lucával beszélgetünk. Szóba került már, hogy streamen mutattátok be, tehát a premier az úgy volt, hogy nem volt közönség gyakorlatilag, és aztán több ilyen streamelt előadás is volt. Felvétel. Akkor azt az egyet fölvetétek, és akkor az többször ment. Csak képzelem, hogy azért, amikor nézők előtt lehetett már játszani, az egy egészen más élmény volt. Majdnem mondjuk. Belehaltunk a félelem. Az izgalom? Igen. Persze. Lehetünk halálosan. Borzasztó volt. Miért? Hát mert mind a hárman izgulunk, és ráragasztjuk a másikra, az egyik már kicsit megnyugodna, akkor a másik gondoljon, hogy fú, én most kezdtem el, nagyon mondom, hagyjál már nélkül mennyi minden rettenetes, amit művelünk ilyenkor. De hát persze, hát az teljesen más azért, amikor öt kamerát beállítanak a terembe, és nincs reakció, nem lélegzik veled együtt a közönség, szóval ez egy nagyon-nagyon más üzemmód. Hát és plusz le lehet állni, ha baj van. Tehát igen, azért az előadás közben nincs így, és három nő, három monológ. Nem is akarom az ördögöt a falra festeni, hát hogy mi minden történhet, szóval az nagyon azért a stresszes. Na. És akkor ehhez jöttek a nézők.
És akkor stressz a tetőfokára. Hát persze, és akkor derült ki a humora is egyébként. Nem? Szóval igen. Például a premierem volt igazán igen. Ilyen megdöbbent, hogy mennyit neveznek az elején, vagy igen. Hogy tényleg, ez tényleg vicces volt, hogy nyilván mert az a két-három alkotó, akik végigkövették, mert voltak mondjuk belső poénok, amiken mondjuk nevetgéltek, de azért egy idő után már az ember szeme megszokja, meg a füle is megszokja, amit hall, és kevésbé reagál. Meg és hogy amikor... a valóságos néző, hogy reagál, igen, nem a igen. Kollégák. Tehát az mindig tök más, és az nagyon nagy élmény volt egyébként. Nagyon. Szóval, hogy nagyon félelmetes, de nagyon jó, olyan, mint a fekete pályán lesielni. Jaj, nem bírok lemenni, ah, de jó! És hát ugye, hát fokozza az izgalmakat, hogy még nem említettük, de ez egy házi színpados darab. Tehát ott vannak a nézők tulajdonképpen test közelben. A lába az ott van, az én lábamtól 10 centire. És az az igazság, hogy bárhogy is az embernek mégis bekerülnek a látásába, bármennyire is akarja az ember megemelni a szemgolyóját, de mégiscsak ott van, és azért tehát hogy a borzasztó helyesek a nézők, mert annyira igyekszenek se levegőt venni, se nem tüsszenteni, se nem köhögni, úgyhogy hát nekik is, és ezt nem akarom mondani, hogy próbatétel, mert akkor nem jönnek el, de rettentő jól érzik magukat egyébként. Egyszerűen annak is örülnék, hogy mindez a szörnyűség nem velük történik, és történt. Iszonyúan szeretnek minket, abból érzékeljük a színpadon tényleg, hogy így nem mer hangosan levegőt venni a néző, vagy valami hangot csinálni, hogy nehogy ez minket zavarjon, és így, hogy nagyon figyelnek ránk, szóval nagyon nagy élmény. Nem mer lábat cserélni, és olyan aranyos, és látszik, igen. Hogy most már nagyon elzsibbad. Mert igen, sokszor, én többször játszottam ilyen kis térben, és szóval ez az élmény nekem megvan, biztos nektek is. De ezt, hogy ennyire akarjanak minket ne zavarni, ez máskor nem tapasztalta. Szó volt erről, hogy olyan női sorsok, amik azért tulajdonképpen magába foglalják, mondjuk így a kollektív női sorsokat, és többfélét is egyébként, és hogy valamilyen értelemben magunkra ismerhetünk mindannyian ezekben a sorsokban. Ugye itt olvastam, hogy tulajdonképpen erőt és bátorságot adtok azoknak a nőknek ezzel a darabbal, akik némán tűrtek erőszakot, meg tragédiákat, de mégis nőként szerintetek, nőként a nőknek, vagy mi az, amit adni tud a darab? Ugye Mari fölvetett, hogy a körúton nem feltétlen lehet végigmenni, ma sem éjjel 11-kor. Oké, hogy áldozattá válhatunk, de mi hogyan viszonyuljunk ehhez a fajta világhoz, vagy igazából örüljünk, hogy most már ebből kifele megyünk, mert egyre több figyelem van rajtunk, akár ahogy a női darabok is megjelennek, és hogy lehet erről beszélni, de mi minden van még ebben a női, nem is tudom, szövetségben? Én azt gondolom, hogy a nőknek feltétlenül meg kell találnia azt, hogy önmaga is tudja az életét irányítani, tehát nem áldozatává válni, különösen egy családon belül, mert azért ott fordul elő, hogy a női sorsok, most nem ezt figyelembe véve, de hogy mennyire megalázó helyzetekbe tudnak kerülni. Szerintem meg kell találni a kiutat abból, hogy ne legyen egy férfinek az áldozata, a kiszolgálója, hogy ne tudják lealázni. Tehát, hogy ahhoz kell bátorság, hogy egyedül is tud, egyedül is képes, ő egyedül is meg tudja teremteni. Tehát nem kell, hogy kiszolgáltatottja legyen, neki is csak egy élete van, a nőnek is csak egy élete van. Luca, Edith? Ugyanehhez? Hát, én csatlakozom a Marihoz ilyen szapot, tehát azt gondolom, hogy azért a nők többsége talán nem feltétlenül így válik áldozattá, ahogyan mi, vagy főleg a lányok ebben a darabban, hanem a körülmények áldozatává válik, és azok is elég súlyosak, tehát hogy meg kell próbálni valahogy nem áldozattá válni. Azt gondolom egyébként, hogy ez az éjszaka végigmegyek, nekem fiam van, ugyanolyan veszélyes amúgy máshogy, de veszélyes. Tehát szóval, igen, arról nem gondolom azt, hogy ez változhat, vagy szóval, hogy az emberi erőszak vagy erőszakosság az van. A kiszolgáltatottságon van a hangsúly, hogy mennyire vagy kiszolgáltatott, vagy sem. Egyetértek, és hozzáteszem azt is, hogy szerintem az nagyon fontos üzenet, és én a környezetemben is azt látom, hogy egyre inkább fontos az, hogy a nők
támogassák egymást is, hogy legyen már vége ennek a kicsit megpiszkáljuk a másikat, és jobb az nekünk, hogyha vele nem történnek jó dolgok. Vagy nem tudom, én ebben a szakmában amúgy is a miénkben azt tapasztalom, hogy úgy ritkán van olyan őszinte segítségnyújtás, vagy ritkán tudunk őszintén örülni a másik sikereinek, vagy hogyha nem tudom, én nem kapok meg egy szerepet valahol, és látom, hogy egy kolléganőm megkapta, és mondjuk megnézem azt a filmet, és mondjuk őszintén azt tudom mondani a másiknak, hogy nagyon jó voltál ebben a filmben, és ezt mondjuk eljuttatni hozzá ezt az üzenetet. Szerintem ezek nagyon fontos megerősítések, és ebben van hova fejlődni, hogy észrevegyük a másikat, és tudjuk értékelni a másikat. Annyira a férfi társadalom uralja le a szakmák nagy részét. Amíg előfordulhat az, hogy ugyanazért a munkáért egy férfi többet kap, mint egy nő, addig a dolgok nem működnek rendesen, azt gondolom. De ez otthon kezdődik, tehát hogy én azért azt gondolom, hogy ott kell elkezdeni, érted, otthon a családban a nőnek a szerep, hogy megváltozzon, mert ott nőnek fel a kislányok, ott vannak az anyja. Tehát, hogy ez valahogy ott kell, hogy megtörténjen ez a dolog, hogy aztán mindenki úgy gondolja később, hogy végül is egyenrangúak vagyunk. Femina Podcast. Én idő veled, Kismarival, Balázsovics Edittel, Márkus Lucával és Sós Andreával. Elröpült az időnk, de nem szeretnélek úgy elengedni benneteket, hogy ne kérdezzek egy picit magatokról egy néhány mondatot, ami most van veletek, hogy vagytok a pályátokon, hogy vagytok, vagy mi az, ami fontos most éppen az életetekben, ami eszetekbe jut erről, bármelyik területét most, hogy búcsúzóul néhány mondatot. Szóval én 10 évig Szombathelyen voltam, elhagytam Budapestet, és nagyon izgalmas volt. Tehát büszke is vagyok erre a tettemre, hogy volt bátorság elmenni Budapestről, és már nem fiatalon. De annyira izgalmas munkákban vettem részt, és annyira tehetséges emberekkel dolgozhattam, hogy ez öröm volt. És mikor eljöttem onnan, akkor ugye bejött a Covid, és ezért ez egy komoly hullám volt nekem ez a helyzet. És aztán így lépett be az életembe a Víg Színház, ami végtelenül jókor jött, és meglendítette itt a budapesti színi életemet. Tehát most ez hozott több sikert, tehát próbálni fogok, forgattam nyáron, forgatni fog januárban, utána elkezdek próbálni a Rózsavölgyi Szalonban, utána elkezdek próbálni, lemegyek megint Szombathelyre egy kicsit, ott megint próbálok, és aztán hát amíg bírom, még csinálom, nagyon élvezetes, és rettentően örülök, hogy itt vagyok ezekkel a csodákkal, akik most itt ülnek az asztalnál. És hát nagyon jó rád nézni, sugárzol, és örülünk, hogyha köszönöm. Többet látunk. Köszönjük szépen, Luca. Én most azt érzem, hogy nagyon a helyemen vagyok. Én nagyon jól érzem magam a Víg Színházban. Ugye én a gyakorlati 2 évemet már itt töltöttem, és engem már a Péter, Rudolf Péter szerződtetett le. Én amikor kijöttem az egyetemről, akkor azt fogadtam meg, hogy én arra mindig nagyon figyelni fogok, hogy addig legyek egy színháznál, vagy egy társulatnál, ameddig azt érzem, hogy örömmel tudok bemenni, és van játékkedvem, és mindig minden nap találok valami olyan dolgot, ami előre mozdít, vagy amiből tudok tanulni. És azt érzem, hogy ez itt most megvan, és ez nagyon nagy boldogság számomra, hogy egy jó csapatban dolgozhatok, mert azt hiszem, hogy nekem ez a legnagyobb, vagy ez a legfontosabb, mert eléggé csapatjátékosnak gondolom magam, szóval mindig az hat rám a leginkább, hogy kik vesznek körül, és én egy adott közegben hogyan tudok elhelyezkedni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most megint játszhatunk, megpróbálhatunk, bár azért nagyon fárasztó most ez az időszak, mert nyilván a COVID miatt rengeteg felújító próbánk van, és egyik felújítóból esünk át a másikba, tehát hogy azért fel kell kötni a gatyát ehhez, mert így másfél év kanapén ücsörgés után ez most végignézek a társulaton, és kicsit olyan, mint hogyha én vagy vége lenne, és ez nagyon... Tehát, hogy valahogy vissza kell ebbe rázódni, de hál' Istennek én is forgatok mostanában sokféle projektben, és ez meg külön jól esik, hogy van egy otthonos közeg, a Víg Színház társulata, akikhez minden nap bemegyek, de hogy ebből úgy néha ki lehet szakadni, és találkozni
máshonnan érkező kollégákkal, és akkor ott nyilván újabb és újabb impulzusok érik az embert, és ez nagyon-nagyon-nagyon inspiráló. Köszönöm szépen, Edith. Ami így a lányokhoz csatlakozva a színházi dolgot érinti részemről, én mentem az elmúlt 20 évben a Víg Színházban, voltam tag, voltam vendég, aztán nem voltam semmi, aztán megint jöttem vendégnek, és aztán most megint tag vagyok. Azt hiszem, ez most már három vagy negyedik évadom. Ilyen jól az ott lévő emberekkel még soha nem éreztem magamat az elmúlt 20 évben. Tehát, hogy most valahogy olyan csapat van ott, akikkel szeretek együtt lenni, nem csak ebben a produkcióban, hanem egyáltalán. Volt olyan is, amikor összeugrott a gyomrom, ha amikor be kellett lépjek a kapun, és egy előadásban részt venni, és aztán kilépni. Tehát, hogy ott azért úgy keményen kellett tartani magamat, és néztem, hogy hinnyel. Mármint, hogy ez nem most volt, úgy értem, korábban. Igen. Szóval magyarul a Víg Színházban, hogy a Lucához akarok csatlakozni, vagy nem is tudom, tehát arra jutott eszem, amit ő mondott, hogy igen, szóval, hogy ott én is nagyon jól érzem magamat velük. Tele vagyok várakozással, jó dolgok történnek velem. Hát és persze ott van a nagyfiam, aki kamasz, meg a családom. Az fura, hogy nincs kisgyerekem, és ez így egyik napról a másikra történt, hogy volt egy kisfiú, és akkor másnap reggel meghozott egy csávó. De tényleg, szóval gyakorlatilag furán hangzik, de tényleg. Én azt gondolom egyébként, hogy az életben valahogy ez így történik, hogy az ember egyik nap gyerek, másik nap már kamasz, aztán egyszer csak vannak ilyen hirtelen, nyilván lassan zajlik a változás, és akkor egyszer csak van egy nap, amikor nagyon látványos. Kisgyerekből úgy lesz felnőtt, ahogy az emberből idős ember. Valahogy én ezt így érzem most, vagy így érzékelem. És azért amúgy megvisel lelkileg, tehát az én most olyan életkorban vagyok, ami úgy hosszan egyformák a dolgok az ember életében, és aztán egyszer csak hirtelen minden felbojdul. Aztán utána megint biztos kisimul, és minden hosszan egyforma lesz. Aztán megint változik, és akkor megint kisimul, és aztán csengetnek. Szóval így kb. Ennyi. De hogy igen, szóval, hogy én most ezt élem meg. Nagyon jó, nagyon szép, sokszor nagyon fájdalmas. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk. A Víg Színház három művésznője, Kismari, Balázsovics Edith és Márkus Luca töltötték velünk az én időnket. A Rendes Lányok Csendben Sírnak című előadás volt a beszélgetésünk. Apropója, arra biztatjuk a kedves podcast hallgatóinkat, hogy nézzék meg, mert nem fogják megbánni. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy a hallgatók eljönnek, és mi ezt a darabot évtizedekig műsoron tartják. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük. A Femina Podcast adásának végére értünk. Köszönöm, hogy meghallgattad. Legközelebb is várlak. Ez volt a Femina Podcast adása. Én idő, veled. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával.